Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, akkor megtudjuk, hogy milyen népszokások babonák azok, amik az év ezen időszakához kötődnek. Mazák Katalintól most is kapunk szépségápolási tanácsokat. Kiderül, hogy milyen bőrelváltozásaink vannak, és miért is fontos, hogy ezekre figyeljünk. Megtudhatjuk, hogy milyenek a rákjegyű emberek, és hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Tartsanak velem! Rendszeres nézőink tudhatják, hogy ha babonák népszokások, akkor dr. Pál István most is elmondja nekünk, hogy ebben az időszakban miket ünnepeltek nagyanyáink, dédanyáink. Milyen népszokások babonák jönnek június második felétől? Június hónap népi naptári elnevezése Szent Iván hava, és ez egyben utal is arra, hogy melyik a legfontosabb ünnep ebben a hónapban. Ez a Szent Iván, vagy a római katolikus vallás szerint keresztelő Szent János ünnepe, Szent Iván napja. Ez nem arról híres, hogy keresztelő Szent János Jézust megkeresztelte, hanem arról, hogy ezen a napon főleg a szláv és az északi népek hatalmas tüzeket gyújtanak a mai napig. Ez ugyan a magyarságnál már kikopott ez a szokás, csak a skanzerekben szokták úgy feleleveníteni. És akik ezen átugranak, azok mentesek lesznek a következő évben egészen egy év időtartamig a különféle betegségektől, így tartja a fáma, illetve a szerelmesek, ha kézenfogva háromszor átugorják ezt a tüzet, akkor a szerelmük örökké tartani fog. Ez egyébként a nyárnak a legrövidebb éjszakája, a leghosszabb napja, a nyári napfordulónak az ünnepe. És mint minden ilyen nyári és téli napfordulós ünnep, természetesen boszorkány járó nap is, hiszen ezek olyan jeles napok, jeles események, hogy ezt mindenképpen ki kell használniuk a boszorkányoknak, mert ekkor a leghatékonyabb és a leghatásosabb az ő általuk űzött tevékenység. Egyébként a Szent Iváni tűzbe általában gyümölcsöket szoktak bedobálni azoknak a kereszteletlenül elhalt gyerekeknek az emlékére, emlékeznek így, akik kedvesek voltak a szüleiknek vagy a családnak, de nem hagyhatom ki, mivel én is tagja vagyok a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrendnek, hogy az idősebb férfiak pálinkát locsantottak a tűzben, nem sokat természetesen, mert a pálinka ez egy érték, hogy jó termés legyen a gyümölcsfákon, és jó minőségű pálinkát tudjanak belőle főzni. Sokan emlékeznek, vagy láthattak fényképeken, vagy televíziós műsorokban kislányokat fehérbe öltözve és a fejükön virágkoszorút viselve. Ez a virágkoszorú is mágikus erővel bírt, tartották az emberek, hiszen akik így ezt viselték és így ugrották át a Szent Iváni tüzet, azoknak a házát megóvta a tűzvésztől a mestergerende alá felakasztott koszorú, és egy évig ez mindenképpen varázs erővel bírt. Egyébként még egy másik fontos esemény kapcsolódik ehhez a hónaphoz, ennek a hónapnak a végéhez, a június 29-e Péter Pál napja. Ekkor rituálisan meg kellett kezdeni az aratást, de rögtön be is kellett fejezni, hiszen ez az ünnep doroktiltó nap volt, tehát tényleges aratási tevékenységet nem folytathattak. Ami az aratás tényleges megkezdését jelentette, az a július másodiki Sarlós Boldogasszony napja, amikor a férfiak és nők is fehérbe öltöztek, ünnepnapot tartottak, hiszen az aratásnak a megkezdése, az élet betakarítása nagyon fontos volt a következő évi táplálkozás az emberek életének a jobbátétele szempontjából. Azért és ennek az eseménynek a tiszteletére a nők sarlóval álltak neki aratni az aratás megkezdésének, és a férfiak kötötték kévébe a gabona szálakat, ami pont fordított eseménye annak a sorozatnak, ahogyan ténylegesen vágták, mert a férfiak kaszával arattak, és a nők kötötték össze a learatott termést. Fontos még a Sarlós Boldogasszony napján, hogy a nők nem süthettek ezen a napon kenyeret, hiszen akkor a következő évi kenyérnek valót megszentségtelenítették volna, és nem lett volna szerencsés a következő év során a most learatott gabonából való kenyérsütés.
Mazák Katalintól megszokhattuk, hogy folyamatosan ajánl nekünk új technológiai szépségápolási módszereket, de sosem felejti el, hogy a kamránk hűtőnk mélyéről is szépítőszereket ajánljon. Kinek és milyen kezelést ajánlom ma? Ma egy őssejtes kezelést hoztam, és ezt igazándiból az érettebb korosztálynak szoktam javasolni. Az első lépésként letisztítást követően egy fénykezeléssel kezdünk, egy villanófényes bőrmegújítással indítunk, és azt követően jönnek az intenzív hatóanyagban gazdag terméksor, amivel megújítjuk, feltöltjük egy kicsit a bőrt. Milyen őssejtek kerülnek ebbe a szérumba? Növényi őssejtekkel dolgozunk. A növényi őssejtek hogyan tudják segíteni a szépülésünket? Tulajdonképpen stimulálják a bőr funkciókat, és ezáltal serkentik a megújulását, picit életre keltik, mondhatni a bőrt. Tulajdonképpen ilyen őssejteket mióta használnak a kozmetikába? Hogy jöttek erre rá, hogy ez jó az emberi bőrre? A legjobb ránctalanítóink a placentás termékek voltak, de a hormontartalmánál fogva okoztak mellékhatásokat, és nyilván folyamatosan kellett fejleszteni, az ki lett tiltva, állati szervkivonatok nem lehetnek, emberi szervkivonatok hivatalosan nem lehetnek semmilyen termékbe, amit engedélyeznek, tehát kénytelen vagy valamilyen új irányba menni, mert hatékonyságot produkálni kell, és így esett a kutakodás tárgya a növényi őssejtekre, hogy ott milyen hatást tudunk. Nyilván nem lesz olyan a hatás, mint az emberi őssejt esetében, akár negatív, akár pozitív irányba, de lesz hatás. Tehát azt viszont észrevették, hogy stimulációs szempontból nyilván nem fogsz növényé válni, meg nem leszel zöldség, de stimulálja a bőrfunkciókat, és így ilyen téren elérjük a hatást. Előfordulhat-e, hogy valaki allergiás lesz ilyen szérumokra, amikben őssejtek vannak? Erre azt szoktam mondani, hogy természetesen mindenre reagálhat allergiával bárki. Hogyha azt szoktuk ilyenkor megnézni, hogy az összetevőknél, a főbb összetevőknél van-e tudtával a vendégnek allergiás reakciója, hogyha igen, akkor természetesen azokat a hatóanyagokat helyettesítjük más hatóanyagokkal. Térjünk akkor vissza a kezeléshez, tehát őssejtes növényes kezelés, és akkor maszkot kap az ügyfél. Ez a maszk, ez van átitatva a szérummal? Ez a maszk igen, egy hatóanyagban gazdag lapmaszk, ami a hatóidő alatt szépen felszívódik, és szépen egyre szárazabbá válik, és a benne lévő intenzív szérum az pedig beépül a bőrbe. Igényel-e ez a kezelés otthon későbbi utókezelést? Így van. Mivel fénykezelést is alkalmazunk, és mivel vannak hámoldó savak is a kezelésben, ezért a fénytől mindenképpen óvni kell a bőrünket, azaz nem lehet napoztatni, sem mesterséges, sem természetes formájában az UV-sugaraknak, illetve célszerű fényvédőt alkalmazni még az őszi-téli időszakban is, hiszen azáltal, hogy végnyitom egy kicsit a bőrfelületet, ezáltal a természetes fényvédelmét csökkentem időszakosan, és ezért szükséges a fényvédők alkalmazása, hogy ezt visszapótoljuk. Ez mindig foglalkoztatott, hogy oké, nem napoztatom a bőröm, mondjuk egy őszi-téli, késő őszi-téli időszakban, de azért olyankor is süt a nap, ez arra is igaz, még szépen a lakásomtól elsétálok mondjuk a munkahelyemig, az is annak számít, hogy muszáj fényvédeni, vagy csak hogyha tényleg elmegyek mondjuk síelni, vagy melegebb éghajlatra, és ott napozom. Ilyen kezeléseknél, mivel tényleg nagyon intenzíven igénybe vesszük a bőrt, a hatóanyagok bejuttatásához, illetve a felület megújításhoz, ezért ezeknél tényleg arra az időtartamra is szükséges a fényvédők alkalmazása, amíg A-ból B-be eljutunk esetleg. Amitől viszont tartózkodni kell, az a direkt napozás szándékával, vagy nagyon sok időt a napon eltölteni, tehát ezektől még fényvédő mellett is érdemes tartózkodni, tehát nem kifejezetten síelés előtt
kezelésnek gondolnám ezt a kezelést, hanem mondjuk síelésből visszajövet egy megújítás, hiszen ott azért elég erőteljes fénydúzist kap a bőr, vagy pedig ilyen utazások előtt legkésőbb a kúrákat, vagy kezeléseket legkésőbb egy hónappal az út előtt be kell fejezni, hogy legyen ideje egy kicsit visszaerősödni a bőrnek. De ha itthon maradunk a ködös, havas, esős térünkbe, akkor ez így rendben lesz. A maszk eltávolítása után mi következik még? Záró krémekkel fejezzük be. C-vitamin szérumot fogok használni, hőssejt szérumot, illetve gyűsejtes krémet, ajakápolót, hiszen az őszi-téli időszakban intenzíven ki tudja szárítani az időjárás az ajkapbőrét, és természetesen fényvédő a záró. Ilyen őssejtes krémeket tudunk venni már a boltokban is? Igen, ez az utóbbi pár évnek felkapott hatóanyaga volt, így nagyon sok gyártó használja a termékeiben a különféle őssejt kivonatokat. És ezek vannak annyira koncentráltan benne, hogy tényleg elérnek hatást, vagy csak éppen megmutatják? Az ősejteken kívül még rengeteg más olyan hatóanyag is van benne, amivel hatékonyak tudunk lenni és eredményt tudunk elérni. Itt alapvetően attól is függ, hogy milyen termékről beszélünk, az adott gyártónak milyen filozófiája van, milyen gazdag a hatóanyag ellátottsága az adott krémnek. Mivel nagyon széles választék áll rendelkezésünkre, érdemes tájékozódni vásárlás előtt, esetleg tanácsot kérni, szaktanácsot kérni, illetve majdnem minden gyártónál vannak kis mintapróbatermékek, azokon is tesztelni, hogy melyik számunkra a megfelelő. Bőrünk, testünk legnagyobb szerve, így tartják. Rengetegféle elváltozás jelenhet meg rajta. Egyrészt a környezeti ártalmaktól, másrészt vírusok és egyéb mikroorganizmusok tevékenysége nyomán. Mik is lehetnek ezek, és miért érdemes és kell rájuk figyelni? Erről beszélgetünk most. Mik azok az egyéb bőrelváltozások? Az anyajegyeken és a vírusos szemölcsökön kívül leggyakrabban a fibromákkal és a szeborreás verrukákkal szoktak hozzánk fordulni az emberek. Ezek hogy néznek ki? A fibrómák egy puha tapintatú, kocsányon lógó, halvány barna vagy bőrszínű bőrelváltozások, amelyek általában a nyakon, hónajban, mellek alatt fordulnak elő. Általában dörzsölődésnek kitett helyeken jelentkeznek. Okát pontosan nem ismerjük, de genetikai okok, illetve ennek a dörzsölődésnek a hatása szóba jön a kiváltásában. Kell-e velük foglalkozni, tehát okozhatnak-e problémát? Bizonyos esetekben irritálódhatnak, ha olyan helyen vannak, amelyek dörzsölődésnek vannak kitéve. Ebben az esetben érdemes őket eltávolítani, illetve esztétikailag nagyon szép eredménnyel lehet őket eltávolítani, úgyhogy mindenképpen érdemes. Lehetnek-e ezek rosszindulatú elváltozások idővel? Jellemző, hogy ezek rosszindulatúvá nem válnak. Folyamatos irritáció esetén azonban olyan elváltozások indulhatnak meg bennük, amelyek során megvastagodnak, illetve folyamatos gyulladásban vannak, akár összetéveszthetőek rosszindulatú elváltozásokkal. Tehát minden olyan esetben, amikor nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy valóban jóindulatú elváltozásról van-e szó, ki szoktuk venni sebészi úton, és szövettani vizsgálatra is küldjük. Említetted az eltávolítást. Létezik-e valami házi csodaszer, amivel ezt meg tudjuk oldani? Szoktak próbálkozni teafaolajjal, almaecettel, házilag fogsejemmel vagy hajszállal, elkötéssel. Én ezeket a módszereket nem javaslom, mert begyulladhatnak és akár nyommal gyógyulnak. Nagyon jó módszerek léteznek a bőrgyógyászatban, amellyel szépen nyom nélkül el lehet őket távolítani. Mik ezek? Éles kanállal lekaparás, fagyasztás, illetve a legjobb módszer, amivel a legszebben, legjobb kozmetikai eredménnyel tudjuk eltávolítani, az a lézeres eltávolítás. Ez hogy néz ki? Mi történik a folyamat során?
A lézersugárral nem érintkezünk a bőrrel, a lézersugarat ráirányítjuk az eltávolítandó bőrrel változásra, tehát nem is érintkezünk az eltávolítandó területtel. Ezáltal a fertőzés veszély jelentősen csökken. A lézersugár elpárologtatja a szövetet, amelyet füstelszívóval elszívunk. Vérzés sem jellemző, mivel a kisebb véredényeket a lézersugár elzárja. Kell-e valamire figyelnünk utána, hogy például nem mehetünk napra, vagy nem használhatunk valamit, vagy víz ne érje, van-e valamilyen utógondozási feltételünk? A fényvédelem az nagyon fontos, hetekig a beavatkozás után, hogy nehogy pigmentálódjon az eltávolított bőrelváltozás helyén lévő heg. Víz szoktuk javasolni, hogy ne érje pár napig, de egyébként hétköznapi tevékenységéhez visszatérhet a páciens, dolgozhat, nem igényel semmilyen különösebb utókezelést. A nagyobbakra szoktuk javasolni egy kis fertőtlenítő oldatos ecsetelés használatát. Van-e, akinek nem használható a lézer? A lézer tulajdonképpen bárkinek alkalmazható, nem szoktuk javasolni, ha fertőzött, gyulladt területen, gennyes pattanás közelében helyezkedik el az eltávolítandó bőrelváltozás. Egyébként nagyon sok mindent lehet olvasni, hallani, és divatos is volt egy időben, hogy lézeres, lézeres, lézeres. Mire jó még a lézer, és miért ennyire jó? A lézerrel nagyon pontosan lehet irányítani az eltávolítást, nagyon kis területre tud koncentrálni, nem bántja a környező szöveteket, nem kell varat. A fertőzés veszélyével nem érintkezünk a szövettel, minimális, lecsökken a fertőzés veszélye. A vérzés veszély is csökken, mivel a kisereket koagulálja. Varrat sem szükséges, és ezáltal kiváló kozmetikai eredménnyel gyógyul, viszont nem minden elváltozás távolítható el lézerrel, meg vannak a szakma szabályai, hogy melyek azok a bőrelváltozások, amelyeket lézerrel eltávolíthatunk, és mi az, amit feltétlenül sebészeti kimetszéssel, illetve szövettani vizsgálattal kell eltávolítani. Akik kíváncsiak rá, hogy mit ígérnek a csillagok a következő hetekben, azok most figyeljenek, de mindig tartsák szem előtt, hogy a csillagok nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek. Tehát ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, azt pedig lehet elősegíteni. És maradjanak azok is, akik arra kíváncsiak, hogy milyenek is a rákjegyű emberek. Hasznos tanácsokat kaphatunk dr. Janáki Jánostól. Kos. Minden a legnagyobb rendben, bár kissé nehézkesen viseli az időjárást. Nyugodjon meg, ezzel mindenki így van. Ne keressen problémákat az egészségében, mert minden rendben van. A munkaterén most, mintha minden egyszerre romlana el, mindenkinek minden azonnal kell, nem csoda, ha kimerülés türelmetlen. Fordítson több időt a relaxálásra, baráti beszélgetésekre és a családdal közös programokra. Bika. Kissé mozgalmas időszaknak néz elébe, olyan döntéseket hoz majd meg, amiket régóta ízlelget, a lépéseket is megteszi a változáshoz, ami más lesz, mint ahogyan milliószor elképzelte már. Azért nem kell félni a kezdeti döccenőket, leszámítva minden rendben, és a lehető legjobb úton van. Érzelmi kérdésekben legyen asszertívabb, és most kevésbé ajánlott a kompromisszum, hiszen mindent megkaphat, csak kitartóbbnak kell lennie. Utazásra kiváló időszaknak ígérkezik a július közepe. Ikrek. Itt az ideje, hogy végre megvalósítsa, vagy legalábbis elkezdje azokat a dolgokat, amiket már olyan régóta tologat maga előtt, hogy oké, majd holnap elkezdem. Néha már önmaga is unja ezt a halogatást, de még eddig nem sikerült a lustaságát legyőznie, nos ennek most eljött az ideje, sőt elég gyors és látványos eredményre is számíthat. A párkapcsolatban itt lenne az ideje revidiálnia, hogy mit kap és mire vágyik, az eredménytől függően pedig megtenni a szükséges lépéseket. Rák. Boldog születésnapot! Ahogyan mindenki, ön is számot vet a szülinapos időszakban az elmúlt egy évvel, de a csillagjegyének megfelelően ön alaposabban górcső alá veszi a múltat, és legtöbbször nem csak egy évet. Vigyázzon, ne legyen túl szigorú, engedje meg saját magának is, hogy követhessen el hibákat, hiszen senki sem születik a kezében könyvvel, aminek az a címe, hogy használati utasítás az élethez. A munkából most kikapcsolódik kicsit, ami nagyon jó ötlet, hiszen ez az időszak különösen alkalmas a feltöltődésre. Oroszlám.
Mint mindig, most is nehezen jön ki a sodrából, de aki a hiúságát megsérti, annak bizony nem kegyelmez. Emiatt lesznek sértődések a következő időszakban. Vannak, akik szeretnének már önnek tükröt tartani, de nem merik szembesíteni rossz tulajdonságaival és hibás döntéseivel. Próbálja meg trenírozni magát arra, hogy a kritikát inkább segítségként vegye figyelembe, mint sem bántásként értékelje. Szűz. Önnel mindig történik valami az életben, emiatt ne panaszkodjon, nézze úgy a dolgot, hogy kap megoldandó feladatokat, amiket eddig is mindig sikerrel vitt végbe. Legyen hálásabb a családjának, és mutassa ki jobban a szeretetét, viszont ne hagyja, hogy egyesek az orránál fogva vezessék. Nem sok időt tud most pihenéssel tölteni, ezért kissé irigykedik a többiekre, akik a vízparton sütetik magukat. Ne aggódjon, majd amikor ők dolgoznak, ön pihenhet. Mérleg. Sokszor vágják a fejéhez, hogy túl sokat lamentál, sokat mérlegel. Nem baj, hiszen önnek ez a védjegye. A munkában elég nehéz időszaka jön, úgy néz majd ki, mintha még az áram a falban is visszafelé menne, hogy ezzel is bonyolítsa az ön napjait. A magánéletben próbálja most a kritikát, a vitát kerülni, mostanában élesebb lesz a nyelve a kelleténél. Skorpió. Nagy feladatokat kap mostanában, szerencsére ezek önnek sokkal inkább kihívásnak látszanak, mint munkának, ezért tud úgy hozzáállni, mint egy versenyhez vagy társasjátékhoz. Ahogy azt öntől megszoktuk, ha a 24. órában is, de meg lesz a megoldás, és simán mehet tovább. A szerelemben nagy változásra ne számítson, kisebb flörtökön kívül. Nyilas. Az ön életében ez egy vízválasztó időszak, le kell zárnia a múltbeli dolgokat és új autókat kell nyitogatnia. Ha hagyja most, hogy az esze vezesse, akkor sokkal gyorsabban fog haladni a célja felé, ugyanis az út az lesz végül, amit az esze diktál, de meg lehet, hogy előtte még bonyolítja mindenféle érzelmi okoskodással. Az anyagi helyzetére figyeljen, mert sokkal több kiadása lehet, mint amennyi a bevétele. Bak. Oly sok nehézség után elért valamit, ami akkor annyira fontos volt, most nem érti, miért volt ez valamikor annyira fontos. A célban nem látja, miért kellett ez. Már kár ezen töprengenie és gondolkodnia, elért valamit, ami valamikor fontos volt és pipa. Nézze így, akkor a kitartás eredmény rátaján nagyot emelkedik, hiszen végigcsinálta. Néha ennyi is elég, hogy magasabb szintre léphessünk. Vízöntő. Kissé értetlenül áll azelőtt, hogy ismerősei nem, vagy nem nagyon keresik, nem hívják. Gondoljon bele, hogy az elmúlt hónapokban hányszor nem volt ideje, hányszor nem ért rá, hányszor volt, hogy most még dolga van. Bizony-bizony az emberek leszoknak arról, akinek nincsen ideje rájuk. Ön is így járt, ne lepődjön meg, ha a barátai most más barátokkal lógnak többet, vagy kerti partiznak, mert azoknak volt idejük. Halak. Kritikus és nehéz időszak következik, elsősorban a párkapcsolatában. Ha tudja a jelenleg zajló eseményeket higgadtan kezelni, akkor még van esély. A baj az, hogy ön nem az a fajta ember, akinek a hátán fát is lehet vágni. Ön az, aki minden miértet tudni akar és minden kérdésre választ vár. Így sajnos nehéz csendben követni, sőt engedni az események zajlását. Próbáljon meg legalább megértő lenni, ha már a kérdéseit nem tudja visszafogni, és érezze át a másik helyzetét is. Determinált a sorsunk, hiszen a személyiségünk meghatározza a sorsunkat. Én azt szoktam mondani, bár az asztrológiát nem tartom igazán ezoterikus tannak. Annak is tekinthetjük. De azt szoktam mondani, hogy én vagyok a legmaterialistább okkultista. Csak azokat a magyarázatokat és tanokat fogadom el, amiknek van létalapjuk, más tekintetben is. Azt az érmét fogadom el igazinak, nem hamis pénznek, aminek mindkét, sőt mindhárom oldalát megvizsgálhatom. Így vagyok azzal, hogy hogy ne volna befolyása a habitusunkra a születés ideje. Egészen más, amikor, ha egy gyermek ilyenkor tavasszal születik. Élete első döntő időszakában ki lehet vinni a napfényre, a friss levegőre, a mamán keresztül ő maga is dúsabb és értékesebb táplálékhoz jut, míg a télen született baba, vagy az ősszel született baba kénytelen egy mesterséges környezetben, egy lakásban, ahol valljuk be, nem igazán jó a levegő, más a táplálkozási lehetőség, tehát más a start, és ez hónapról hónapra is változik. Tudjuk azt, hogy például a napfénynek komoly szerepe van a vitaminok kiváltásában, hasznosításában, létrehozatalában, tehát már eleve az meghatározza. Az, hogy az egész sorsunk, hát a személyiségünk dönti el a sorsunkat. Még azért itt visszatérnék ahhoz, hogy
az is kétségtelen és nem asztrológiai magyarázat, hogy a szülők pillanatnyi biológiai, fiziológiai, tehát lelki állapot, testi állapota döntően befolyásolja az utódnak a habitusát, a mienségét. A rákról azt gondolják, hogy hátrafelé megy, nem igaz. A rák egy nagyon is céltudatos, határozott ember. Az, hogy hátrafelé megy, az emlékeket gyűjti, az emlékeket őrzi. A múltból merít mindig, hogy történt már ilyen, mi volt akkor a hiba, mi volt a jó, hogyan csináljam. A rák határozott, irányító típus. Én azt úgy nevezem a rák tulajdonságát, hogy passzív erőszak. Egy rák bemegy egy hivatalba, valamit el akar intézni, a hivatalnok mondja, nem lehet. A rák elkezdi elmesélni, hogy lehet, az én esetem egészen más, mert hivatalnok mondja, az ön esetében sem. Igen, tudom, de a törvény mellett ott van egy másik törvény, azt se lehet. Azt én megértem, mondja a rák, de ennek ellenére, na most ez így megy, míg el nem intézi, vagy a hivatalnok ki nem ugrik az emeletről az ablakon. Üvegen keresztül, de a rák el fogja intézni, agresszió és erőszak nélkül, békével, hogy úgy mondjam, szeretettel. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorába. Addig is élvezzék a nyarat. Minden szépet önöknek. A viszontlátásra!